Tamásiban teltház előtt zajlott a héten kezdődött országjárás, amelynek keretében kormányzati szereplők és politikusok hazánk minden táján fórumokat tartanak. Tolna megyében ez volt az első ilyen találkozó a Béri Balog Ádám katolikus gimnázium aulájában, ahol Orbán Balázs volt az előadó. A miniszterelnökség politikai igazgatója az ukrán-orosz háború kapcsán az Oroszországgal szemben elfogadott szankciókról is beszélt. Tekintettel arra, hogy a szankciók azok nem demokratikus döntés következtében lettek részei az európai mindennapoknak. Brüsszelből senki nem kérdezte meg az európaiakat, hogy egyetértenek-e a szankciók bevezetésével, mely szankciók bevezetésével értenek egyet, és mely szankciók bevezetését tartják inkább károsnak a saját országukra nézve, ezért ellenzik. Ilyen módon demokratikus döntés ezekben az ügyekben nem született. Ezért tartotta fontosnak a kormány a nemzeti konzultáció elindítását, amelynek kitöltésére bíztattak mindenkit a fórum alkalmával is. A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón Süli János, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, ilyen vidékjárásra nem csak kampányidőszakban van szükség. A lakosság aktuális tájékoztatására mindig szükség van, annál is inkább, mert ugye most a helyzet, mit tudjuk, hogy február 24-e óta egy háborús helyzetbe is kerültünk, várjuk ugye az uniós pénzeket is, egyébként Magyarország ellen több eljárás is folyamatban van, tehát van miről beszélgetnünk. Az országjárás folytatódik, választókerületenként a terület nagyságától függően egy vagy két rendezvénnyel várják az adott térségben élőket.